Sziasztok, ez itt a Bögös a Tornén, Balázs vagyok, és indítsunk egy új Total Warhammer 3 Let's Play sorozatot, hiszen egy jó ideje már nem volt igazából ebből sorozat a csatornán. Nagyjából ugyanúgy terveztem, ahogyan Nákályosat a múltkor, hogy így kivágom belőle a kevésbé érdekes részeket, bennmaradnak az érdekesebb részek, és ilyen 10-15 részen át csapatjuk az egyik frakcióval. Megpróbálok a lehető legmesszebb eljutni velük. És a 2.3 a patch verzió, amin éppen vagyok, ez ugye azért nagyon fontos, mert valószínűleg jóval később látjátok ezt a videót, mint ahogy felveszem, de a 2.3-as a mostani verzió, addig lehet, hogy kijönnek DLC-k, kijönnek dolgok, amúgy nem túl valószínű, de hogyha esetleg valami más lenne, mint abban, amit így ti láttok, akkor ez ennek köszönhető. Illetve vannak, hogy rengeteg mód van felrakva, amit most nem fogok részletezni, de majd talán egyszer részletezek meg, majd időközben mondogatom is, hogy hol mi az, ami tudja, hogy a módnak köszönhető. Ami viszont biztos, hogy az Immortalian Pérzen fogunk játszani, mert értetek, miért játszanak bárhol máshol, és rengeteg olyan frakció van, ugye rengeteg frakció van ebben a játékban, és rengeteg faj, viszont nagy részükkel már így vagy úgy játszottunk. Például, hát a Beastman és a Bretonnia, az azt hiszem, hogy pont nem, Demon of Chaos végjátszáson már van. Dark Elves-et elkezdtünk egyszer streamben, akárcsak a törpöket, birodalmat azt hiszem nem, Grand Café-ből van Let's Play sorozat, akárcsak a High Effect-ből csináltam Twitch-en, ugye ezeket vadon vissza tudjátok nézni a YouTube Watch csatornán, Kornból szintén Twitch-en próbáltuk ki, Kizlevből van Let's Play, igazából a Kizlevből van a Let's Play és a Grand Café-ből van a Volt, de mindegy is, Lizard Number ugye a legutóbbi volt, Nurgle, abból Twitch-en egyszer játszottuk, és így tovább, és így tovább. Ami viszont tudja, hogy nincsen még, és gondoltam, hogy érdekes lehet megnézni, az visszamenni az első Warhammer, Total Warhammerhöz, és a vámpírokat választani onnan. Na most itt több verzió is van, összesen 5 Lord érhető el, ami 4 frakciót jelent, hiszen Karsz, Vlad és Isabella, ők mind a ketten Szilvániát irányítják, csak az a kérdés, hogy éppen melyikükkel kezdjük el a kampányt, hogy ez a különbség a kettő között, meg nyilván bónuszok, máluszok, de a frakció ugyanaz. Viszont ugye a fő karakter az itt a Manfred lenne, aki a Drakenhof Conclave-ből indul, van nekünk egy Heinrich Kemmlerünk a Barrow Legion-ből, és Hermann Gorst, a Caravan of the Blue Roses, ugye az, akit láthattunk esetleg Nakai-jal játszva, Nakai-os Let's Play-ben, ő azért felfeltűnedezgetett, és éppen ezért nem is vele mennék, hiszen ő egy olyan területen van, ahol már sokat voltunk mostanában, és nem is a fő frakcióval, és nem is feltétlenül Vladdal, hanem én arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha Heinrich Kemmlerrel indítanánk el. Heinrich Kemmler egy Lichmaster, aki a Szürke hegységben lakik, és az esküdt ellensége Bretonnia is a birodalom közé van ugye beékelve, és ellenük kell megpróbálni érvényesülni. Nem tűnik egyszerű kampánynak, de szerintem szórakoztató lesz. Aztán majd meglátjuk, lehet, hogy 5 rész után vége, hogyha így azt látom, hogy ez így nem működik. Kezdő serege, van nekünk Skeleton Spearman, Direwolf, Zombi, Crypt Ghoul és a különleges sebességek. A Khan Wraith-ek és a Hex Wraith-ek, ez a lovasságnak számít, ez pedig Scythe Infantry-nak. Milyen faction effect-ekkel bír? Deploration plusz 30 a Chaos harcosaihoz, a démonokhoz, a bestiákhoz és a Norskához, 25%-kal gyorsabban kapják a tapasztalatot a necromancerek, immun is a Chaos korrupcióra és a Chaos puszta a korrupcióra, vagy hát igazából lemorzsolódásra, illetve a felélesztése az elesetteknek mínusz 10% vagy 10%-kal olcsóbb. Míg a Lord effektjei pedig, ez egy nagyon erős effekt itt, Enables Replacement in Foreign Territory, tehát az ellenséges vagy külföldi területen is vissza tudjuk tölteni az egységeket. Winds of Magic 10%-kal olcsóbb, hogyha a Vampire Lordból választunk, és a Lord of the Undeath képesség élhető el, ami egy krelt idéz meg, ami pedig nem fog degradálódni. Ez elég jó hangzik egyébként. A térképen látható, hogy itt vagyunk, ugye Nakai-jal a térkép leg
keleti füstképről indultunk, most pedig szinte középen megyünk, legalábbis mindenképpen azon a részen, ami talán leginkább centrálisnak nevezhető, hiszen itt van Bretónia, itt van a Birodalom, Norska is viszonylag közel van, sőt még Ulthuánba is át tekintgethetünk olykor-olykor. Beállításokban minden normál nehézségen van, az Endgame Difficulty 100, Early Warning Timer 10, és hát most ezt kicsit előrébb hozom, hogy mikor jelenjenek meg, valamikor a 70. és a 120. 118. kör körül, ezt most már lehet írni ilyen szépen is. Tehát legyen az, hogy a 70 és a 120. kör között valamikor érkezzen meg az Endgame krízis, amiből ugye most már van egy újfajta, a Vermintide. Sőt, akár egyszerűen mindegyik is lehet, ami egyébként mindenképpen izgalmas. Enable diplomacy for scenario factions when checked. Factions in the Endgame scenarios can make peace deals and confederation other faction. Tehát akár az Endgame frakciókkal is tudunk diplomálni. Figyelj, jelöljük be, mi baj lehet ebből. Jó. Ezeket akartam én elsőre beállítani, és lássuk a kampány kezdését. Nincsen nagy átvezető videó ilyenkor, ugye a Warhammer 3 elején, viszont így nem is pazarolják az időnket. How they play, erről nem beszéltünk még, a különleges vámpír mechanikák, hiszen nekik, tehát amikkel most fogunk interaktálni, azok a különleges vámpír mechanikák, nem fog hozzájuk tartozni Kemler az egy focista. Szóval Kemlerhez nem tartoznak extra mechanikák, csak a frakciójából adódóan, viszont mint vámpír három külön mechanikával is rendelkezik. Az egyik az, hogy ilyen blood kiss-eket, tehát vércsókokat tudunk szerezni, azzal, hogy meggyilkolunk ellenséges lordokat és frakcióvezetőket, vagy meggyilkoljuk őket, vagy valamilyen agenttel, vagy pedig úgy, hogy csatában megöljük őket, és ezeket pedig elkölthetjük arra, hogy mindjárt megmutatom, szerezzünk új fajta erős hősöket és bónuszokat. A másik a Raise the Dead, ez sokkal izgalmasabb, mármint picit izgalmasabb. Ez arról szól, hogy azonnal tudunk instant, ami azt jelenti, hogy azonnal, szóval instant tudunk képezni egységeket, mindjárt meg is mutatom, hogy pontosan hogy. És ezeknek a minősége függ majd attól, hogy milyen az adott területen, milyen korábban csaták voltak. Tehát ugye valami óriási mészárószék csatára kerül sor, akkor ott onnan be lehet hozni jó típusú egységeket. Végül pedig a vámpír korrupciót tudjuk terjeszteni. Ennyi. Aztán van egy olyasmi is talán, amiről most itt nem volt szó, de azt hiszem, hogy csaták után van esély arra, hogy visszakapjunk olyan ezredeket, vagy olyan zászlójakat, amik elesnek a csatában. Ez teljesen új mechanika, az egyik update jött be, nem is olyan rég. A pénz, amit használunk, az nem pénz, hanem dark magic, de igazából gyakorlatilag pénzként funkcionál, és a fontos dolog még ez a blood kiss. Úgyhogy nézzük meg, hogy ez hogy lehet majd elkölteni. Tehát az a lényeg, hogy fel tudunk kelteni különböző vérvonalból származó hősöket, Blood Dragon, Von Karsten, Lamian, Necrarch és Strigoi, és hogyha őket felélesztettük, akkor ugye azt hiszem, hogy három ilyen csókkal ahhoz, hogy egyet feléleszünk, és talán, hogyha minél többet élesztünk fel egy adott vérvonalból, annál erősebb effekteket kapnak. Tehát például, hogyha különböző fókuszai vannak mindnek, Military Commander, Puppet Master, stb., de hogy mondjuk felélesztjük a Blood Dragonból az első lordot, akkor 15%-kal erősebb lesz a fegyvere a lovasságnak. Hogyha felélesztünk még egyet, akkor emellé jön egy 100%-os, vagyis plusz 100 XP minden seregnek, és a harmadik pedig a Raise Dead Pool kapacitása növekszik plusz 2-vel a Blood Knight egységre vonatkoztatva. Úgyhogy majd itt kell egy jó kis döntést hozni, amint összegyűlik három ilyen Blood Kiss, ami még egyébként nem mostanában lesz, de igyekszünk. Van nekünk itt Heinrichnek a serege, amit már megbeszéltünk, hogy mik találhatóak benne, és itt van Joss Lichmoor, aki egy necromancer, és aki, hát most már mehetnénk azzal rögtön, hogy assault unit, de szerintem jobb, hogyha inkább berakjuk őt a seregbe így elsőre, mert hogy úgyis csatával fogunk kezdeni. A Shilfroy, ugye itt van a szomszédban Bretónia,
háborúban vagyunk jelenleg az egyik bretonni frakcióval, Artuával, de a többivel jelenleg még nem, majd idővel leszünk, például Kerek Ziflin, az pont nem az, de itt a Baston, az például mindenképpen az lesz, akivel háborúba kell keveredni előbb-utóbb, plusz az, a törpöket innen ki kell majd vezetni szépen, mert miért vannak ott egyébként. A Northern Grey Mountains az hozzám tartozik. Az a baj, hogy ez egy elég fura provincia, tehát itt benne van a Blackstone Post, ami oké, okay, benne van a Karak Ziflin, ami szintén oké, okay, de a Grung Zint is benne van, ami jelenleg orkok kezében található, és ráadásul abból az irányból tudjuk csak megközelíteni. Tehát, hogyha szeretném, hogy az egész provincia az enyém legyen, akkor át kell mennünk a Bergpress erődön és Marienburgon. Annyi a könnyűség, hogy Marienburg egyébként nem része a birodalomnak, tehát ő nem fogja megvédeni automatikusan a Reichland, de azért ez... kihívás lesz így is. Oké, tudom még teket kutatni, azt mindjárt megnézzük. De először most az év egyetlen városunk, a Blackstone Postot, ami egy korrupt, megrontott falu, és van egy darab épületünk jelenleg. Nem, nincs jelenleg még épületünk, de tudunk építeni fantasztikus dolgokat. Ugye mindig ilyenkor a resource épületet szoktam elsőre megépíteni, ez generál némi bevételt. Illetve producerolja, tehát generálja 16 vasat, és 20%-kal csökkenti a graveguardok, fekete lovagok és a vérlovagoknak a toborzási idejét. Nem idejét, hanem árát. Ami ebből az érdekes viszont az az, hogy így nem jutok hozzá az alapegységekhez. Ugye az alapegységek itt 3 jöhet szóba, 3 plusz 1. A 3, ami a military épületekből származik, a Barrowból jön a Skeleton Spearman, a Sinister Corpse-ból jön a Felbet és a Direwolf, és a Defiled Cairn-ből jön a Crypt Ghoul és a Corpse Cart. Ezek szuperek, meg tök jól hangzanak, főleg, hogy hozzáveszik az Ancient Armor-t, ami pedig a Black Knight származik, ami egy elég, szerintem az egy elég erős early lovasság, de a nagy részt a seregeket nem onnan fogjuk szerezni, tehát igen, tudjuk itt toborozni őket. Egyébként a Skeleton Spearman, Skeleton Warrior, Zombi és a Felbet az automatikusan képezhető, mert a korrupt a Crumbling Hamlet az megvan, onnan a Zombi és a Skeleton Warrior. Illetve van itt egy plusz épületünk még, és innen jön a többi, a Felbet és a Skeleton Spearman, illetve a Necromancer hős. Ez egy különleges épület, a Castle Drakenfels katakomb, a Drakenfeli kastélynek a katakombái, ami amellett, hogy megadja ezeket a képezhető egységeket, ad 3 kontrollt, research rate plusz 5%-ot, vámpír korrupciót és rangot a képzett egységeknek, plusz védelmet a várnak, hogyha valaki megtámadná. De hogy nem ezt a tornéjúzó gondolat, hogy nem minden fogjuk szerezni az egységeinket, hiszen most ezt megcsinálnám, akkor várni kéne egy kört, sokkal-sokkal jobb lesz az, hogy felélesztjük a halottakat. Itt látható, hogy jelenleg ezen a területen, ahol állok, ezeknek a egységeknek a spónolására, tehát hogy ebbe a poolba bekerüljenek, arra a spónra, ezek az esélyek vannak, tehát a következő körben 20% esélyben, hogy a felbetből lesz 2 itt egy helyett. Ezeknek van, most már nincsenek ingyen, régen a zombik például ingyen voltak, de most már valamennyit fizetni kell a fenntartására és a felbérlésére is, vagy felélesztésére is. Tehát, ha fel akarok éleszteni most itt halottakat, hogy az én seregemben szolgáljanak, akkor ezeket mind fel tudom akár most azonnal. Tehát felélesztem őket, és aztán megyünk csatázni. Elég durva. Skeleton Spearman, én mindenkit fel fogok most éleszteni. Ez így összesen 997 mágiába kerül ezeket feléleszteni. Azonnal csatlakoznak a seregemhez, és aztán pedig mehetünk, és megölhetjük Shilfroyt, ami fantasztikus mókának ígérkezik. Mindjárt sort is kerítek rá. De előtte még azt akarom, hogy... ja igen, eldöntem, hogy mit építsünk akkor ide. Itt ez a landmark, ez azt jelenti, hogy ezt majd tovább tudjuk még fejleszteni. A könyvtárat tudjuk majd felépíteni. Hát itt akkor vagy a lovagra van lenne szükség, vagy pedig a Dark Iron Pitre. Az a kérdés, hogy most ez tök jó, hogy én gyártok itt magamnak vasat, de egy jó darabig még senkivel nem fog tudni igazából semmifajta interakcióba kerülni ennek kapcsán.
Az biztos, hogy a Barrow-t és a Defied Care-t nem érdemes itt megépíteni, hanem ezeket mondjuk majd Zsizoróba, vagy hasonló elfoglalt területekre, mert hogy ezek úgyis csak 3-as szintig mehetnek. Na most az Ancient Armory már szóba jöhet akár. Már csak azért is, mert akkor White Knight-ot is le tudunk hívni, és a Black Knight, a White Knight az ugye egy hero, egy hős, tréningezni tud, a Black Knight pedig egy gyors lovasság, akinek hát pont az lenne a lényege, ugye nem nagyon vannak távolsági egységek itt, tehát az lenne a lényege, hogy gyorsan eljussunk az ellenséghez, és amikor meg az arcvonalunk találkozik az ő arcvonalával, akkor nincsenek távolsági egységeink, akik a sebzést végzik, amíg az arcvonalak egymással így birkóznak, hanem akkor a lovassággal kéne mögéjük kerülni. Mindig ez lenne a alapvető módja a harcoknak, úgyhogy én egy Ancient Armory-t megépítek pontosan ezért, hogy majd ezt meg tudjuk így tenni. Oké. És akkor Heinrich Kemmlerrel megyünk, és azonnal megtámadjuk Schilfroyt, aki nyilvánvalóan nem fog óriási védekezést kifejteni, de a móka fele az innen jön egyébként. Nagyon szép térképre dobott minket a játék, kicsit sok a fa az én ízlésemnek, de ez van. Mondjuk az nem probléma, mert hogy az ellenség akkor kevésbé tudja az távolsági egységeit érvényesíteni. Ugye nem egy matyó hímzés azért, ahogy ők felállnak. Nagyrészt peasant mobok, van egy-két man at arms, de hát ez kb. Gyengébbek, mint az én zombiaim, aminél amúgy kevés gyengébb van. És akkor van itt ez a Knight's Errant, ami talán érdekesebb, és a peasant bowman. Ugye a peasant bowmanekhez kell majd elérni viszonylag gyorsan. Hogy, de ezt meg tudják majd csinálni, Direwolfok, meg tudják csinálni, Hexwraithek, úgyhogy ez működhet. Sőt, a felbetek is. Úgyhogy legyen az, hogy van egy ilyen első sorunk ezekkel a srácokkal, tudjátok a Ctrl 1, és totál nem sikerült kiválasztanom azokat, akiket Ctrl 2-re akarok. Láthatjátok, hogy ilyen vöröses a UI, szerintem, ha jól tudom, akkor ez nem mod, hanem automatikus. Ctrl 2. Vagy miért? Ja, már megsehetem a Ctrl 1-et, bocs. Szóval, ez annak köszönhető, hogy ha jól emlékszem, akkor ez már befrissült a játék ezekkel az új színekkel. Oké, indítsuk is el, igazából nem egy matyó hímzés. Én tökre örülnék, hogyha itt tartanátok a felállást, és úgy támadnátok rá. Két oldalról megyünk a gyors egységekkel. A felbetek valószínűleg nem tudnak túl jól teljesíteni a Knight Errant-ökkel szemben. Ott inkább majd a Skeleton Spearmen-ekre szeretnék én koncentrálni. Varázsolni viszont ugye tudunk, ez a Lord of Undead, ez a különleges képessége a Kemmlernek. Mindig elfelejtem a nevét, Kemmler? Kemmler. Ezen túl pedig Invocation of Nehek, ami visszaállítja a HP-t, sőt fel is éleszt bizonyos egységeket, illetve speed és melléjeteket ad 30 másodpercen át, ami szerintem most akár jó is lehet, mondjuk a kriptogúlákra. Egy borzasztó fordítás, de ez van. Megérkezett közben a bal szárny már. És a jobb szárny is. Az IS-ok elkezdtek dolgozni, de a Hexwraith-ek nem sokára be tudnak támadni. Összesen kettőt tudok lőni kb. Az ellenséges IS-ság. Hát meg lő itt még egyet, de ez sajnos kevés lesz. Ugye átgyalogolunk az ellenséges hősön, és aztán megérkezünk a peasant bowmanekhez. Miközben itt pedig zajlik már a összecsapás. Az elején nagyon nem kéne sok egységet veszíteni. Ugye olyan okokból, hogy okokból. Az oda megy, adjunk be egy kis gyógyítást valakire, nem is tudom kire. Igazából bárki, adják meg a Hexwraith-ek. Az a hitpont visszaállítást. És aztán pedig a lovasságot szíjjel csaphatjuk velük. Kemmler pedig idejön csatázni, adjunk magára az egységre egy kis gyorsítást, és ezzel megérkezik az ellenséges
hőshöz, miközben már egyébként mindenki menekül, hogyha jól látom. Hát itt ezek a Skeleton Warrior-ok veszítettek egy keveset, plusz veszített ez, ő, hát nem ez, hanem ő. Kicsit vissza is adok, mert ő is tud gyógyítani. Az Invocation of Nehekre a Wizard is képes. A Necrom, azt hiszem ő egy Necromancer, de erről ne idézzetek. És a Hexwraith-ek pedig segíthetnek levadászni a hőst már, mennyiben úgy látszik, hogy ő nagyon nem szeretne csatában maradni. Vagy hát ki tudja. Hát senki sem mondta, hogy egyszerű lesz bretóniainak lenni. Vagy egyszerű dolog bretóniainak lenni, főleg mikor megérkeznek a denevérek, akik mondjuk most nem érkeztek meg, de azért valamennyire közelednek. Időközben sikerült megszabadulnunk az ellenséges hőstől. Nem tudom, hogy végül megöltük-e. Nekem úgy tűnik, hogy még nem. Tehát addig én mindenképpen kihúznám az összecsapást, ami meg nem hal a hős, hiszen hogyha meghal, akkor abban már kapunk egy csókot. Hát sajnos nem sikerült megölni. Nagyon kevés érzett hozzá, de végül, vagy lehet, hogy pont meghalt. Nem tudom, nem láttam, hogy kiírta van, hogy meghalt, de reménykedjünk benne. Jó, sikeresen meghalt. Valószínűleg, hogy meghalt van így is, mert idézőjelben visszavonuló sereg volt, de így mentünk biztosra. 486 forint bejött belőle, egy bannert is kaptunk, és kérdés, hogy mit teszünk vele. Meggyilkoljuk az embereket, ez ugye XP, ez a legrosszabb lehetőség általában. Visszatöltés, de az annyira nem szükséges szerintem, hiszen minimális veszteségünk volt. És végül pedig sötét mágia, én most a sötét mágiával mennék, köszönöm szépen. És ebből ott is van, megszereztük az első Blood Kiss-t, úgyhogy már csak háromra van szükség ahhoz, vagy kettőre van szükség ahhoz, hogy lehívhassam az első új hősömet. Némi XP-t mi kiosztok, illetve megnézzük az első kutatást. Invocation of Neheken azon javítanék, hogyha nem lenne az nem lenne fontosabb, de mondjuk nincs fontosabb. Érdekes módon. Campaign Movement Range. Azt hittem, hogy ez ad XP-t is, de úgy látszik, hogy ennél nem ad egy XP-t, vagy valamit változtattak a dolgokon, de így most annyira nem priós ez. A másik pedig szintén Invocation of Nehek, tehát ez a gyógyítás, ez azért elég jól hangzik. És akkor láthatjátok, hogy most papíron ellenséges területen vagyok, mégis töltődnek vissza a seregeim. Ez annak köszönhető, hogy... hát annak köszönhető, hogy megvan az a képességek. Nem lenne, hogy ezt meg tudja csinálni. Ilyen egyszerű. Aztán pedig megfügtem ennek végkezésben Zsizorót. Ha jól emlékszem, akkor most már nem feltétlenül az van, hogy ezek a Minor Settlement-ek, ezek mindig Minor Settlement-es csaták, hanem van egy ilyen esély rá, hogy azok lesznek, és van esély rá, hogy nem. Tudok-e felhívni? Igen, mivel most volt egy csata, ezért újabb egységek kerültek itt a poolba, úgyhogy már is tudom pótolni, hogyha estek volna el egységeim, de nem estek el, ettől függetlenül fogom majd felvenni még most a következő ütközet előtt, amire ebben a körben sor fog kerülni, csak hogy legyen kit küldeni a darálóba. Végül pedig akkor a mai részben már csak annyit csinálunk, hogy megnézzük, hogy mi legyen a technológia, amit elkezdek. Arkán könyve, Liber Necronomica, Denoars, Blasphemy Bestiary, vagy Lamian Book of Blood. Bármelyiket, nem bármelyiket. Tehát a Book of Arkán adna 35% olcsósítást a zombik fenntartására, illetve leadershipet a zombiknak és a csontvázaknak. A Liber Necronomica az 5% plusz 5 hit points for destroyed unit restored after battle. Ugye ez a Dead Rise Again, erről a képességről volt már szó, ez ennek az effektívségét erősíti, és a casualty, az attritionből kevesebb van, hogyha olyan területen vagyunk. Aztán itt a másik, a Noiro? Blasphemy Bestiary, a Direwolfokat és a felbeteknek ad leadershipet, és a Lamia Book of Blood az pedig 10 növekedés és egy Blood Kiss. Viszont ugye akkor ezeket nyitjuk meg vele. Income from Repression Buildings, ez egy gazdaságének tűnik. Minden esetre én most nagyon szeretnék lehozni majd egy új egységet minél hamarabb. De a Book of Arcane se rossz.
őszintén szólva. Jó, kezdjük a Book of Arkhamra, utána meg majd a Lomien Book of Blood következik. Ez volt tehát az első része a Kemleres Let's Play sorozatnak. Köszönöm szépen a figyelmet, remélem tetszett ez így eddig, és innen folytatjuk a következő részekben. Sziasztok!